Magyarország Európa vezető kerékpáros hatalma. Budapesten évente 30-50%-kal nő azoknak a száma, akik kerékpárral közlekednek hétköznap. Tehát az ütem, a növekedés üteme óriási, olyan óriási, hogy csodájára járnak Európából, és mindez nem azért történt meg, mert hihetetlen mennyiségű infrastruktúrát építettek ki mondjuk Budapesten, amikor megnövekedett 50%-kal, akkor abban a három évben 30 kilométer különböző rossz kerékpárutat építettek, hanem annak köszönhető, hogy ez a mozgalom, ami létrehozta a maga szakmai szervezetet, és működött. Meggyőztük embereket arról, hogy tök jó kerékpározni, és ez látszik az utcán, és országosan is. Nagyon sokan vagyunk, nagyon sok embert meg tudunk mozgatni, és ez egy kívánatos falat, ez egy ilyen püspök falat, tökre sok ember az utcán van, azonnal ezt szeretné nagyon sok politikus úgy feltüntetni, hogy őt értjük, akkor is, ha nem tesz. Az pedig, hogy valaki megértse, amit mondunk úgy tényleg, de vagy egyáltalán érdekelje, az nagyon-nagyon ritka. És ennek ellenére szerintem tök eredményesek vagyunk, de nem azért, mert a politika megért, hanem azért, mert én főleg Budapesten dolgozom, a budapestiek tökre vették az adást. Ez úgy kezdődött, hogy a budapesti biciklis futárok felháborodtak egy főpolgármester nyilatkozaton, ami, vagy döntésen, ami az volt, hogy 2004. szeptember 22-én az Európai Autómentes Napon nem lesz Budapesten Európai Autómentes Nap, hanem az előtte levő szombaton lesz, mert hogy az autómentes nap zavarná a város autós közlekedését. És akkor ezen gyakorlatilag felháborodtunk egy páran, legfőképpen én, és akkor felhívtam a többi biciklis futár cégnek a vezetőit, hogy azonnal jöjjünk össze a Gödörbe, és akkor mi ott szervezzünk meg egy autómentes napot. És ezért is vagyunk hálásak a politikának, mert segítette a promóciós tevékenységével ezt a munkát. Iszonyatosan megdöbbentette már az elsőn, hogy mennyien jönnek, és utána egyre többen jöttek, és a végén már ilyen 40-50 ezeres tömegek biciklisztek a városban. Egyszerűen az egész várost megváltoztatta, és az volt a furcsa, hogy közben rájöttünk, hogy igazából egyetlen akadálya volt a budapesti biciklizésnek, már majdnem minden bicikli megvolt a városban hozzá, az, hogy féltek az emberektől. És abban a pillanatban valahogy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy végig bicikliztek ott, ahol soha nem mertek, másnap mindig, minden felvonulás után, másnap érezhetően többen bicikliztek ugyanott, már egyedül is. Hát szeretnénk adni a stafétát a szakmai munkát végzőknek, és azt is szeretnénk, hogyha megérteni ezen nagyon sok ezer biciklista azt, hogy most át is kell adni a stafétát, ez marha nehéz egyébként. Itt ketten ülünk, Gábor az, aki alapvetően a mozgalmi oldal tudja, viszi felelős, én meg egy szakmai szervezetet vezetek, és ez a szakmai szervezet, a Magyar Kerékpáros Klub, nekünk az a feladatunk, hogy érvényesítsük a legjobbat. Partnerek legyünk, tehát átláthatók legyünk, szakemberek legyünk, és partnerek legyünk, mármint partnerei azoknak, akiknél a pénz van, akiknél a hatalom van, de mindig megpróbálunk olyan partnerek lenni, aki képes a véleményét folyamatosan fenntartani és érvényesíteni, és nem csúnya, káros kompromisszumokat kötni, azért nem mondjuk anyagilag függünk a kormányzattól vagy az önkormányzattól,